Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal az összesítő, agregáló függvényekkel fogunk megismerkedni. Ugye az előző rövid SQL bevezetésben láttuk, hogyan lehet értékeket soronként lekérdezni egy táblázatból. Az SQL lekérdezés eredményeként előálló tábla soraiból álló halmaza végrehajtunk most bizonyos összesítő műveleteket is, amelyek egyetlen értéket állítanak elő. Az ilyen függvényeket összesítő vagy agregáló függvényeknek nevezzük. A most következő példa egyetlen sort fog visszaadni, ami a községek tábla népesség oszlopának statisztikai összefoglalóját mutatja be írjuk meg ezt az SQL lekérdezést, láthatjuk, ugye a községek táblából dolgozunk, szerekkel kiválasszuk, ugye a populáció oszlopnak a minimumát, maximumát, átlagát, szummáját, és a soroknak a számát. Ugye a minimum visszaadja a legkisebb értéket, ez egy függvény, aminek ugye átadjuk a populáció 2011 oszlopot a maximum visszaadja a legnagyobb értéket az oszlopból, az AVG visszaadja az oszlop átlagértékét, a summa pedig visszaadja az oszlop értékeinek az összegét. Account adatok számát adja vissza, hogy egy csillag esetén az összeset meg fogja adni ez a függvény. Futtassuk le. Megkaptuk az eredmény halmazt és ugye ahogyan az oszlop név is mutatja, a populáció 2011 oszlop minimum, maximum, átlagos értékét, szummáját és a soroknak a számát, összegét kapjuk meg ezzel a lekérdezéssel. Használhatjuk a group by záradékot, hogy csoportokat hozzunk létre, és így pontosabb kimutatásokat tudjunk készíteni az összesítő függvényekkel. Ezt az előző lekérdezést most módosítjuk úgy, hogy minden megyére számítjuk ki külön-külön a népesség összetételének a jellemzőit. Elemezzük ki most ezt a lekérdezést. Ugye a group by záradékban megadjuk a megye azonosítóját. Ugye ez a kod pro oszlop, tehát ugye a cod betűsző az a kódra vonatkozik, alulvonás az a szóköznek a csere karaktere, helyettesítő karaktere, a pro pedig a provinciának a rövidítése. Tehát ugye ezt az értéket fogjuk felhasználni a csoportosításhoz, a group by záradéknak ezt adjuk át, tehát a provinciák kódja szerint fogunk csoportosítani. Futtassuk most le ezt a lekérdezést, és láthatjuk, hogy most ugye a minden egyes provinciára külön-külön kapjuk meg az összesítő statisztikát, és ha alulra megyünk, akkor azt is láthatjuk itt az alkalmazáson belül, hogy összesen 110 sor jött létre. Tehát, ugye 110 megyének az adatai dolgoztuk fel. Visszajövök ide a lekérdezéshez, és ugye elemezzük ki, amit látunk. Az összesítő függvények a létrejött rekordcsoportok elemein dolgoznak. Ugye ez egy nagyon fontos megállapítás. Ez alapján a count függvény például ugye megadja a megye községeinek a számát. A minimum, maximum, AVG és sum agregáló függvények pedig az adott megyékhez legyűjtött községek népesség jellemzőit adják vissza. Ezt a lekérdezést tovább vihetjük, és könnyedén le tudjuk kérdezni a népesség jellemzőket a régiókra vonatkoztatva. Tehát a grubbáj záradékban most csak a régió azonosítót kell megadni. Írjuk át tehát ezt a lekérdezést. Tehát kod, alulvonás, reg, pontos veszővel Lezárjuk, és futtatunk. Megjött az eredmény halmaz. A lekérdezés most, tehát ugye az eredményhalmaz most 20 sorból áll, mivel Olaszországot 20 régió alkotja. A count függvény pedig az adott régiót alkotó községek számát adja meg. Sokszor arra is szükségünk van a sorok csoportosításánál, hogy az ismétlődő sorokat kiszűrjük. Erre fel tudjuk használni a distinct záradékot. A distinct hatására minden azonos előfordulás csak egyszer jelenik meg az eredménytáblában. Most kérdezzük le a régiót, és megye azonosítókat a községek táblából, és az azonos sorokat nyomjuk el, majd rendezzük az azonosítók szerint az eredményhalmast. Ennek a lekérdezése pedig a következő SQL kód. Látható, hogy lekérdezzük a községek táblából a régiókódot és a megyekódot, hogy egy régióhoz több ö, megye tartozik, és rendezzük a lekérdezést a régió és a megyekódokkal. Az ismétlődő sorokat pedig a distinct kulcsszóval nyomjuk el. Futtassuk le ezt a lekérdezést. Oké, itt is vagyunk. A lekérdezés eredménye megmutatja, hogy a régió és megy azonosítók milyen kapcsolatban állnak egymással. A 20 régiót 110 megye alkotja. De ne felejtjük el, hogy ennél jóval több község szerepel a táblában, csak a distinct az azonos sorokat kiszűrte az halmazból. Ha most ezt a kulcsot töröljük a lekérdezésből, akkor mindent látni fogunk. Tehát láthatjuk, hogy az egyes azonosítójú régióhoz tartozik az egyes azonosítójú provincia. És ez többször és többször megismétlődik. Azért, mert ugye a községek táblából kérdezzük le ezeket az adatokat. És egy megyéhez sok község tartozhat. Ezért vannak ismétlődő sorok. Ezt tudjuk kiszűrni a distinct kújszó használatával. Futtatunk. És így minden egyes variáció csak egyszer szerepel. Egyes régióhoz, Egyes megye, Egyes régióhoz, Kettes megye, és így tovább. Rendben van. A agregáló függvényekkel kapcsolatos alapokat ebben a videóban megnéztük. Arra kérlek mindenkit, hogy ismételje meg a gyakorlatokat, és próbálja egy kicsit módosítani ezeket a lekérdezéseket, mert igazándiból csak így lehet megtanulni az SQL nyelv alapjait, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!